szeretettel köszöntelek benneteket, 2020-as húsvéti Isten tiszteleten gyűlünk össze. Innen a stúdióból jelentkezem, ez a Vesény utcai 53, anyagyülekezetünknek, a Vesinek a székhelye, és itt kaptunk egy térszobát, ahol szoktunk találkozni szolgálókkal, előjárókkal, különböző jegyes, meg egyéb kurzusok okánál, és innen érkeznek a közvetítések. Reméljük, hogy hamarosan a vasárnapi csapattal együtt lehetünk, és úgy, hát azért úgy közvetíteni mégiscsak jobb. Most be kell érnetek azzal, hogy hát most így vagyunk együtt. Hogy én vagyok a kamera egyik oldalán. De nagyon jó dolog látni a kommentjeiteket. Nagyon sok jó hír történik, és sok-sok rátalálás és rácsodálkozás lelki élmények, úgyhogy nekem ez az alaptémám, és az elsősorban nekem ez a fő ima témám. A húsvétnak az üzenete, hát az nagyon egyszerű. Ne keressétek a halottak között, mert feltámadt. Ez a húsvét üzenete. Az a húsvét üzenete, hogy valaki feltámadt. Hogy valaki nem maradt a holtak hazájában. Azt ünnepeljük ma keresztények szerte a világon, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítése utáni harmadik napon feltámadt. És a közvetlen követői, akik jó 3 éve jártak vele, éltek vele, szerte jártak Izraelben, történtek csodák, gyógyulások, feltámadások, nagyon-nagyon sok dologra tanította őket Jézus. A Isten országáról, az irgalomról, a szeretetről, a megbocsátásról. Radikálisan feldolgozhatatlan volt számukra, de így is, akik közvetlen közelébe voltak, és trenírozva voltak arra, hogy hát ő valószínűleg tényleg nem csak egy proféta, és nem csak egy rabbi, nem csak egy csodálatos fiatalember, aki vagány dolgokat tesz, és akire a kezét teszi, az meggyógyul, feltámad. Ő az Isten fia, ő az Isten, ő a messiás, ő az, akit vártunk, ő az, akit megígértek, ő az, akikről szólnak történetek, hogy majd egyszer jön, és megszabadítja a népet. És így is feldolgozhatatlan volt számukra az, hogy most őt elkapták, elárulták, kivégezték, itt volt, nem itt volt, hova lett, meghalt. Köztörvényes bűnözők között lógott a kereszten, az meghalt. Olyan depresszióba és letargiába estek a követői, hogy azt olvassuk, hogy pillanatokon belül visszamentek az előző életükhöz. Visszamentek a hálókhoz, visszamentek abba az életbe, amit éltek, Jézussal való találkozásuk előtt. És amikor Jézus elkezdett megjelenni a feltámadása után a követőknek, azt olvassuk, hogy több száz embernek jelent meg, erre nem ismerték fel. Először nem ismerték fel, nem értették. Aztán amikor már felismerték és tudták, és terjedt a hír a tanítványok között, hogy itt van, visszajött, feltámad, meghalt, de mégsem, meg él, és tényleg, és ő tényleg a messiás, ő tényleg az, aki, amit mondott végig magáról, ő tényleg a vagyok. Én vagyok. Én vagyok az élet. Én vagyok a feltámadás. Én vagyok az út. Én vagyok az igazság. Ő tényleg az az Isten, aki előtte az ősapáinknak kijelentette magát különböző formákban, különböző módokon. És de még így is voltak hitetlenkedők és kétkedők a tanítványok között is. És én abban hiszek, hogy ez az üzenet, ami ma fog elhangzani, ennek egy jó része Istentől származik. És nem tőlem, és hiszem azt, hogy ezen keresztül meg fog érinteni Isten. Én ezért imádkozom, hogy a te életed megváltozzon, nem a viselkedésed módosítása, a saját magadon való foglalatoskodás által, hanem az Isten szeretete megérkezik az életedbe. Lehet, hogy keresztény vagy már egy ideje, lehet, hogy csalódtál, lehet, hogy távol érzed magad Istentől. Lehet, hogy különböző sötétségekben vagy, akár tudatosan, akár akaratlanul, akár betegségek miatt, akárhogy is vagy, akárki is legyél, ez Jézus olyan radikálisan szeretett,
és erről nem csak beszélt, hanem ezt gyakorolta. És legvégső, kik elment egészen a keresztig, a kereszten mutatta be azt, hogy ő ennyire szeret téged, ennyire szeret engem, ennyire szeret bennünket. Én azért imádkozom, hogy ma valami áttörjön bennünk, áttörjön bennem, áttörjön benned. Mert az a kegyelem, az a radikális szív, ami Jézusban volt az emberek felé, azt nem lehet hűberelni. Mi? Az a legvégső, az a legnagyobb, abban minden belefér. Szóval azzal fogjuk folytatni, hogy megnézzük a szereplőket. Megnézzük a húsvéti történetnek a szereplőit, milyen emberek voltak, milyen embercsoportok voltak Jézus körül, az egészen a keresztig tartó, aztán a megfeszítésekor tartó történetben különböző állomások voltak. Ezt többnyire ismerjük. Mi magyarok, mi budapestiek, posztkeresztény társadalomban élünk, ismerjük a húsvétnek a történetét. És én abban hiszek, hogy Isten ma valami más módon, valami új módon akar hozzánk szólni, mert a húsvétnak a története az nem a húsvétról szól, hanem rólad. A húsvétnak a története az rólad szól. Mert Jézus, amikor feltámadt a kereszten, akkor rád gondolt. Szóval egy kis játékra szeretnélek hívni. Képzeljük el azt, hogy én vagyok, hogy te vagy, hogy mi vagyunk, hogy mi ott voltunk, hogy mi is részt vettünk ebben a történetben, különböző nézőpontokba, különböző személyek életébe helyezzük bele magunkat. Azt látjuk, hogy van egy megvezetett nép. Az első, én vagyok a megvezetett nép. Az a nép, aki mindent hall, és mindent elhisz, és mindenhez is ért. Ma Jézusnak örülök, holnap Hitlernek, akinek nagyobb hangja van, akitől jobban kell félni, aki nagyobbat csap oda, aki több ajándékot ad. De én vagyok Péter is, a kétszínű vallásos ember. Most itt mit kell hinni? Akkor én azt elhiszem, én azt nagyon elhiszem. Itt kell azt hinni? Felemeljem a kezeimet is, most emeljem fel? Vége van már? Na jó, most már vége, most már nem lát senki. Én Jézust nem árultam el, nem is ismerem. Azt sem tudom, ki ez az ember. Nem, teljesen más tájszólás van, is beszél, fogalmam nincs, kiről beszéltek. De én vagyok az a cinikus, kétkedő, gúnyolódó katona is. A kereszt tövében. Kötelességeim vannak, úgy élem az életemet napról napra. Nem gondolkodok. Hiszem, ha látom, látom, amit látok. Ha te vagy az Isten fia, akkor gyere és szállj le a keresztről. Ha te vagy az Isten, akkor kezdjél magaddal valamit. Itt az idő. Legyél most Isten. Most istenkedj. A kérdés az, hogy tenni is tudsz valamit, vagy csak beszélsz. Ha te vagy az Isten. De én vagyok Pilátus is. Aki mosta a kezeit. Én biztos, hogy nem én voltam. Ott se jártam, nem is értem. Megnézel a kezeimet, azt látod, hogy nincsenek már úgy lenyomataim. Lemostam, megtisztultam, önigazultam. De én vagyok a szabadult bűnöző is. Láttam dolgokat, jártam helyeken. Tettem dolgokat, igazából mindent. Mindenben benne voltam. És nem értem. Egyáltalán nem értem, hogy miért én. Hogy miért engem. Még lenne hátra 4 évem. Miért én szabadulok ki. Akárki is vagy, köszönöm. De én vagyok az a magányos katona is, aki a csapattól egy kicsit távolabb állok a kereszttől, nem olyan messze,
oldalt az eseményeknek a szélén. Ez az ember valóban Isten fia volt. És nézzük meg Jézust, a történetnek a másik oldalát. Az egyik oldalon, akiket megnéztünk, szereplőket, rengeteg féle ember, rengeteg helyről. Különbözőek vagyunk. Szeretjük megtalálni azokat a gyengeségeket a környezetünkben, más emberek életében, amiket ha felnagyítunk, azáltal mind nagyobbnak tűnünk, vagy kevésbé kicsinek. Mindenféle dolgokat megtalálunk, csak hogy valahogy különbözőnek érezzük magunkat a tömegtől, a többi embertől. Én nem olyan vagyok, én máshogy vagyok rossz, én máshogy vagyok bűnös. Én tisztességesebben vagyok sikeres. És most nézzük meg a másik oldalon Jézust, aki szintén úgy definiálta magát, hogy én vagyok. Én vagyok. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy Jézust megvizsgáljuk, megismerjük, hogy megértsük, ahhoz nagyon le kell ásnunk, nagyon mélyre. Én, nekem van több régész ismerősöm, és poénból minden egyes régész ismerősömnek egy időben feltettem azt a kérdést, hogy hogyan lehet az, eszméletlenül szeretem a történelmet, rég letűnt korokat, és megkérdeztem tőlük egy időben, hogy hogyan lehet az, hogy attól, mert eltelik mondjuk 500 év vagy 1000 év, attól homok kerül a házak tetejére. Hogy lehet, hogy a föld alá kerülnek dolgok? Fegyverek, ékszerek, ruhák és házak, komplett várak kerülnek a föld alá. De ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy lassított a kamerával éveken keresztül veszem a házamnak a tövét, ahol találkozik a háznak a fala a földdel, azt úgy kell elképzelni, hogy mi 10 éven keresztül veszi a kamera, és gyorsítottan 1 perc alatt végignézem ezt a felvételt, hogy így nő a homok, hogy nő a talajszint, hogy a ház az marad, és tehát, hogy folyamatosan így föld alá kerülnek a dolgok, és fogalmam sincs azóta se, hogy miket válaszoltak, de nem voltam vele elégedett. De az a helyzet, hogy Jézussal ugyanez a mi történetünk, hogy itt van a kereszténység nagyon régóta, 1000 éve. Nagyon-nagyon sok vallásos közösség épült Jézus követésére. Mi nem így hiszünk, mi úgy hiszünk, mi ilyen ruhát veszünk fel, mi vasárnap találkozunk, szombaton találkozunk, mi behozzuk ezt a törvényt, mi kirakjuk azt a törvényt, azt picit átírjuk, azt nem, az Ószövetség, meg teljesen vége, kicsit vége, ilyen új szövetség, olyan új szövetség, picit Pál apostol, picit Ábrahám, kicsit Jézus, de nem úgy, mint ők, már 10 évet együtt kellett tölteni velük, most mi újat kezdünk, újat nyitunk, rengeteg felekezet, rengeteg keresztény felekezet, rengeteg gyülekezet, közösség, ma már egy-egy gyülekezet, egy-egy felekezet. Tehát nem is az van, hogy akkor vannak a katolikusok, reformátusok, evangélikusok, és akkor mellettem mondjuk baptisták, metodisták, adventisták, anglikán, ortodox, talán ők a legnagyobb vonal, ez a néhány felekezet. Ma már egy komplett gyülekezet, egy felekezet. És ez normális dolog, ha ezen legalább egyszer kiakadunk. Hogy ez kívülről furcsának tűnik, hogy kívülről ezek a dolgok, amiket felépítettünk Jézusra, ezek eltakarják Jézust. Nem tudom, hogy ki ez a Jézus, aki amúgy Zákeushoz ment vacsorázni, ami lehet kb. Egy bordélyház volt. Prostituált, nők, férfiak, mindenféle törvénytelen, alvilági arc, az az utolsó néhány ember,
aki megtűrte a társaságába Zákeust, akit az egész nép megvetett és gyűlölt. Mert a vámszerők között is a fő vámszerő volt, és nem csak a rómaiak felé, nem csak az elnyomó birodalom felé játszott aki a népnek a pénzét, hanem ebből futott neki is. Nem tevével játsz, hanem Porsche-vel Jeruzsálem utcáin. És részben azért mászott a fára, hogy ne verje össze a nép, mert tudták, hogy kicsoda is ismerték. Ez a Jézus, aki... Ez biztos, hogy jól csinálta a kereszténységet? Hogyan állunk mi most keresztények, akár a melegekhez, akár a politikusokhoz, akár a más vallásúakhoz, akár a más bőrszínűekhez? Hogyan állt Jézus ezekhez az emberekhez? Szeretném, hogy egy kicsit elkezdjük ezt az ásatásos munkát. Hogy ezt a néhány réteget, amit az évszázadok rádolgoztak Jézusnak a szívére, az ő tisztaságára, az ő lelkületére, az ő irgalmára. Azt mondta a vallásos vezetőnek, hogy nem baj az, hogy tizedet fizettek. Nem baj az, hogy ennyire aprólékosan az utolsó kis fűszer után is 10%-ot leadtok a templomba. Nem ezek a vallásos cselekedetek a problémák. De hogy hiányzik mellőle az irgalom. A húsvétnak az üzenete, Jézusnak a szíve, az a szerelemről szól. Az üzenet az annyira egyszerű, hogy erre nem lehet egy normális vallást ráépíteni. Ez az igazság. Erre nem tudunk egy rendszert ráépíteni, hogy Isten szeret, az jó van. Térj meg a bűneidből, tedd le a keresztnél az életedet, fogadd el Jézust, megváltódnak, megmentődnek, szabadítódnak, és vedd fel naponta a keresztelet és kövesd őt. Erre az egyszerű üzenetre, erre nem lehet egy komolyabb vallás felépíteni. Hogy lesznek ebből házak? Jón, dór, korintoszi oszlopok, aranyozott masnikkal. Néztem múltkor vicces vallásos webshopot, és aranyozott gyertyatartóként 88 ezer forintnál indultak. De az még a kb. Akkora méret, mint ez a kis mikrofon. Van egy sorozat, amit nagyon szeretek. Most látom, hogy rosszul fogtam be a helyem. Elnézést. A vikingek. És nagyon-nagyon sok történelem hű ábrázolás van a filmben, hogy a vikingek találkoztak először az angolokkal, a kereszténységgel, a szerzetesekkel. És van egy nagyon érdekes jelenet, ami nagyon erősen bennem maradt. Ugye újra meg újra összecsap a két világ. Thor és az északi istenek, és a kereszténység, a vallásos, egyházi keresztény vonal. És azt gondolom, nagyon sok hiteles rész van abban, ahogy a kereszténységet ábrázolják, annak ellenére, hogy nincsenek keresztény alkotók. Nem egy vallásos alkotás ez a sorozat. Szóval egy nagyon érdekes rész, amikor megérkeznek a viking fosztogatók az egyik kolostorba, és életükben először döbbennek rá arra, hogy itt van egy másmilyen ház, mint a többi ház, és az tele van arannyal. Valami eszméletlen alkotásokkal, és nagyon gazdag kincsekkel. Ez ki tele van kincsekkel. És megkérdezte, volt egy szerzetes a csapatban, aki már valamelyikre megtanulta a nyelvüket, annó még ő lett oda küldve az északi néphez, hogy megtérítse őket, aztán elég sokat vívódott a hitével, és oda-vissza állt a két csapat között, és megkérdezte ez a viking harcos a szerzetes, hogy a ti istenetek, látok, miért van ennyi aranytemből? A ti istenetek az ilyen zsukori, az ilyen fukar? Mert hogy azt látták, hogy az az arany, az nem használva van. Az áll. Az ott áll, az oltárnál. És megnézzük akármely pogány vallást, például ilyen balinéz, indonéz, vagy akár taoista, de akár a hindu vonalat is, hát a buddhistáknál is. A keleti vallásoknál mind látható az, hogy
A szentély, ami valahogy az Isten kapcsolatot elősegíti, meg a szentély körüli emberek, műveletek, találkozók és alkalmak, ott mindig vannak kincsek. Mindig van friss étel, friss virág, és arany, és arany, és arany. És hogyan jutott ide a kereszténység? Én nagyon szeretem egy ideje már a templomokat, mint építészeti alkotások, sokat pihentem is meg lelkileg ilyen templomokban, a hétköznapokban. És félreértés ne essen, nem egy felekezetről van most szó, csak így átfogóban a kereszténységből, hogyan tudunk visszamenni a húsvéthoz. Mert eljátszhatjuk, hogy beszélünk a húsvéti történetről. De kicsekkolunk, kezdődik a hétfő, és nem az van. Nem azt látjuk, hanem azt látjuk, amit látunk. És azt látjuk, hogy kincsek vannak, ruhák vannak, birodalmak vannak, paloták vannak, korintoszi oszlopfők vannak. És teljesen normális dolog az, hogy egy egyszerű, normális hétköznapi ember felteszi azt a kérdést, hogy hogy van kapcsolat a két világ között. Jézus egy önfeláldozó valaki volt, egy rossz keresztény volt. Én azt gondolom, hogy fel kell tennünk magunkban a kérdés, hogy Jézus volt egy rossz keresztény, vagy kereszténység képviseli rosszul Jézust. És egy történetet szeretnék kiragadni arra, hogy miért merészelek feltenni ilyen erőteljesnek tűnő kérdéseket. Vegyük az utolsó vacsorának a történetét. Ami valamiért úgy vonult be a hitünk történetébe, és sokáig jó magam keresztény közöttbe szocializálódtam, és én bennem is így volt ez a történet nagyon sokáig, az egy csora volt. A kereszténység egyik csúcspontja az egy romantikus történet volt, erről festmények készülnek. Az utolsó vacsorán, hogy nyúltak el, jobbra-balra, adták egymásnak az ételt, szerették egymást, ölelték egymást, Jézus és a tanítványok és Jézus. Ezzel szemben, ha megnézzük a Bibliát, azt látjuk, hogy ez a világ elcseszettebb vacsorája volt. Az a legszörnyűbb hangulatú baráti étkezés volt, ami a világtörténelem során csak megtörtént. A zsidók legszentebb ünnepe, a Páska, amikor az Egyiptomból való kivonulásra emlékeznek minden egyes évben azóta is, azon belül ez a legszentebb ünnep, az engesztelésre, szabadításra emlékeznek, és azon belül is van egy legszentebb csúcspont, ez pedig a széder este, a vacsora, amikor konkrétan a kivonulás napjára emlékeznek arra, hogy milyen gyorsan kellett összeszedelőzködniük, mert amikor Isten szólt, hogy induljatok, akkor ők elindultak, és nem volt lehetőség nagyon pakolászni. És ez egy szimbolikus vacsora, amit azóta is megtart Izrael népe, és ez az utolsó vacsora, ez egy ilyen széder este volt. Amikor összegyűltek szerte az otthonokban, általában családonként ülték meg ezt a vacsorát, ott volt Jézus a tanítványaival, 12 tanítványjal, és ebbe a legszentebb zsidó pillanatba, amikor a legközelebb vannak ahhoz, a reménységhez, hogy Isten megszabadít, a bűnbocsánat az nem egy olyan garantált dolog, mint aztán, hogy ezt Jézus garantálja a követőinek. Jézus megszólal. Hát valamelyikötök el fog árulni. Amúgy. Együtt van a csapat. Vacsoráznak, jó a hangulat. Esznek, isznak. Ugye Jézusnak ilyen problémája van valakivel, miért nem 4 szemközt rendezi le? Vagy jó, ne 4 szemközt. De rendezze le a vacsora előtt, vagy a vacsora után. Miért ott közben a legszentebb pillanatban kell elrontani ezt a közös pillanatot, ami valószínűleg majdnem az utolsó volt? Nem győztek kapkodni a fejükkel a tanítványok,
Én lennék, vagy kire gondolsz, hogy én, vagy hogy? Ez egy katasztrofális vacsora volt. Én abban biztos vagyok, hogy ott olyan gyomorgörcs állt azokban a tanítványokban, hogy nem tudták befejezni rendesen azt a vacsorát. Elő van írva, hogy azt mondom, egy jó 3-3,5 pohár borral is kell fogyasztani, legfeljebb az mehetett le. Egy ilyen kijelentés után együtt éltük az életünket. Rengeteg áldozatot hoztunk, együtt mentünk városról városra, össze voltunk nőve, 12 plusz 1, a csapat, az álomcsapat. És mi az, hogy egyáltalán valaki elárul? És mi az, hogy te? És mi az, hogy... Na szóval ezt arra hozom ezt a kis történetet, hogy minthogyha az a Jézus, akivel találkozunk a Bibliában, az a Jézus, aki magát úgy jelentette ki, ahogyan kijelentette, azt, minthogyha mi egy ilyen megszelidített verzióba szeretnénk csak elfogadni. Tehát a legalapabb, amit mindenki tud a kereszténységről, keresztényekről, hogy ítélkezőek vagyunk, hogy lenézzük az embereket, hogy önteltek vagyunk, önigazultak vagyunk, és megvetjük akár a szexualitás, akár az egyéb bűnök, akár a pénzek, akár a hatandók, akár az öltözködés miatt. Gyerekkoromban volt, hogy a cipőfűzőn miatt elővettek. A nadrágom miatt. Volt egy keresztény tábor, nagyon ismert Magyarországon, nagyon szeretem az Úr áldja meg őket. Ott volt egy nap a reggeli sport vagy hogy volt? Ja, nem, akkor még sportoltam. Igen. Egyedül azt hiszem futottam, hogy valamit ott ügyködtem a mászókákon, talán húzóckodtam, és vittem magammal atlétát, még amúgy senki nem kellett fel, tehát ilyen 6 óra volt. Úristen, milyen sportos lehettem. Ezzel szemben a karantén mennyi mozgáshoz, ugye? És atlétából kint voltam a semmi közepén, az erdő közepén, sehol senki semmi. És pár órával, hogy beindult a nap, akkor már önkéntes voltam abban a táborban, nem részvevő, és gyűltek az emberek, elindultak különböző szolgálatok, és egyszer csak jött a jelzés a vezetőségtől, hogy Dávid, beszélgetnünk kell. Nem jó van, beszélgessünk, szeretek beszélgetni. És kiderült, hogy bűnt követtem el, hogy ilyen illetlen öltözékbe ezt így nem szabad. És olyan szinten picit felháborodtam, hogy csak hadd értsen már meg, könyörgök, segítsetek, légy szíves. És akkor kiderült, volt egy lány, aki nagyon rá volt kattam az ilyen szabályrendszerekre, így mutatta a két ujját, mindegy, rátette a vállamra, vagy az atlétán vállpántjára, hogy látod, ez vékonyabb két ujjnál. És azon a csajon egy top volt, aminek ilyen kis spagetti pántja, vagy hogy hívják ezeket. És mondom, várja már, most ezt nem értem, én fiú, te lány, de neked is vékony a pántod. Arra már nem értettem, hogy mit mondott, lehet, hogy ő se értette, vagy nem várta ezt a kérdést. Mindegy, elfogadtam. Aztán pár évvel később gondolkoztam, eszembe jutott valamire ez az eset, mert bekerült a tábornak az alapítójáról egy ilyen, hogy hívják, ilyen szobor, arc, fejszobor a tábor egy középső részébe, és óriási nagy szakállal volt a csávó, és ugye a tábor egyik szabályzata az önkénteseknek, ugye szigorúbb szabályzat volt, az önkéntesek felé az egyik szabálypont az volt, hogy tilos szakállat növeszteni. És így, lehet, hogy talán csináltam is egy fotót, így van a szabályzat, tilos szakállat növeszteni, a tábor alapítója szakállban. No mindegy, ezt végletéig lehetne folytatni. Extrém, sötét, retardált dolgot találtunk ki az elmúlt sok-sok évszázadban. És az emberek az utcán nem tudják, hogy ki az a Jézus. De nem azért, mert mi nem hirdetjük, meg nem jól hirdetjük, hanem azért, mert mi sem tudjuk. És lehet, hogy valamilyen önsértéssel, depresszióval, akár függőséggel küzdesz, amik nagyon elítélendőek keresztények között. Ugye tudjuk, hogy Jézus hogy állt a bűnösök között, egy külön kategóriát kapott a bűnösök barátja, de ezt engedjük el, ezt csak a Biblia mondja. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy és akkor mi van?
Lehet, hogy úgy érzed magad, hogy te egy szar követője vagy Jézusnak. Sosem azzal van baj, hogy vannak hiányosságaink, vannak hibáink, de amivel nagyon nagy baj van, és Jézus ezektől a sztoriktól bekattant, és nagyon komoly beszédekbe indult, nagyon komolyan nyilvánosan alázott meg embereket, akár vezetőket is az utcán. De nem az a baj, hogy vannak hiányosságaink, vannak bűneink, vagy vannak betegségeink. Ami nagy baj, az az, hogyha valakiknek a közelében bűnösebbnek érezzük magunkat, betegebbnek érezzük magunkat, hiányosabbnak érezzük magunkat. Jézus az azért menekültek emberek, mert az ő közelében teljesebbnek érezték magukat. Kevésbé betegnek, kevésbé bűnösnek, kevésbé hiányosnak, mert ha ránéztek, belenéztek Jézus szemeibe, akkor azt látták, hogy nekem van, még van remény. Még lehetek valaki. Nem vagyok teljesen elrontva. Nem vagyok teljesen elveszve. Még nincs mindennek vége. Van folytatás. Van holnap. Van feltámadás. Ez az ember se tudja, ki vagyok, bár olyan dolgokat mondott rólam, hogy úgy tűnik mégis csak ismer, de és szeret. És sosem felejtem el azt a sztorit. New Yorkban voltunk egy konferencián feleségemmel, és hát sok támogatást kaptunk amerikai emberektől is, hogy részt vehessünk ezen az egy héten, amit azóta is nagyon hálásak vagyunk, és volt pénz, ami úgy mozgott, hogy nekünk kellett a bankba beváltani. Azt hiszem, hogy a repülőjegyet is megtérítették, de utólag fizették ki úgy csekken, hogy azt nekünk kellett egy bankba beváltani. És Manhattanbe, nagyon király, nagyon jó emlékek fűznek oda, bebattyogtunk az egyik ilyen kis, nagyon picike bankba, át egy kis sor, és mire sorra kerültem, egy fekete úriember volt a pult másik oldalán, és mondta, hogy igen, akkor ez az adat, az a kártya, adjam a dolgokat, és azt továbbította valakinek, és így rám néz, és így megkérdezte, hogy what do you do for a living? Hogy így, miből van pénzed, mit dolgozol? Hát mondom, milyen paraszt kérdés ez, hát ez Budapesten, ez jól nyitó kérdés lenne, és mondom, hogy pásztor Budapesten vagyok lelkpásztor Magyarországon, és így felemelkedett a szemöldöke. Thank you, sir. You're making a difference. Nem hittem el életemben, most ez egy picit ilyen személyes sztori. Sokan tudjátok, nekem elég sok küzdelmem volt a hivatásommal, keresztények miatt, nem ateisták miatt. És nem tudtam feldolgozni, annyira jól esett. Egy teljesen ismeretlen fekete úriember azt mondja nekem, hogy köszönöm a szolgálatodat, és hát talán úgy lehet szabadon folytani, hogy ez van értelme, vagy változást hozol, vagy más miattad a világ, vagy valamit csinálsz. És Jézus egy ilyen ember volt, amikor az emberek valami elől menekültek, azt látjuk folyamatosan ezekben a történetekben. Ez egy kicsit nagyobb kitekintés Jézustól, tudom, hogy nagy merítés néhányatoknak talán, de azt gondolom, hogy a legnagyobb sötétség Magyarországon az a vallásos szellem. A vallásos korú szellem, ami lenyomja az örömhírt. És Jézusnak a csodálat. És a csodálatos személyét. És az ő tetteit, és az ő szeretetét. Szóval, hogy az egyik oldalon az emberek menekültek valakik elől, és a másik oldalról pedig valakihez és valaki felé menekültek. És én azért imádkozom, hogy legyünk azok az emberek, akikhez az emberek oda menekülnek, akiktől nem elmenekülnek, akikhez oda menekülnek, mert valamit Jézusból tapasztalnak. Szóval azt kérdeztem, hogyha különböző olyan problémáid vannak, amiatt keresztény közegben nagyon megbélyegzést kapsz, vagy érzel magadon, akár úgy,
hogy arról amúgy senki nem tud, csak te magad, de tudod, hogy szarembernek kell tartanod magad. És azt kérdeztem, hogy akkor mi van? Ezeket Jézus felvitte a keresztbe, ezekről Jézus tud. És azt mondja, hogy jó, akkor ma vacsorázhatok nálad? De mehetek az otthonodba. Együtt tölthetünk egy-két órát. Nem azt mondja az Isten, hogy Úristen, te tényleg mocskos vagy, és jobb nem a közeledbe lenni, mert még valamik rólad rámugrálnak. Hanem, hogy még ő kérdezi meg tőled, hogy mehet-e hozzád. A római levélből szeretnék felolvasni egy idézetet. Ha van nálad Biblia, bátorítanak arról, nyisd ki, és a római levélnek a 8. fejezetéből fog felolvasni néhány mondatot. A 18. vers és a 25. vers közötti szakaszt. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi szenvedésünk összesen hasonlítható azzal a dicsőséggel, amelyben részünk lesz. Mert az egész teremtett világ feszült figyelemmel vár, hogy Isten nyilvánosságra hozza és láthatóvá tegye kik az ő fiai. Azért várja ennyire, mert a teremtett világ az elmúlás hatalma alá van kényszerítve. Nem önként, hanem Isten akarata szerint, aki így rendelkezett. Ugyanakkor a teremtett világ is abban a reményben él, hogy a romlás rabszolgasságából fel fog szabadulni, és ugyanaz a dicsőséges szabadságot fogja élvezni, amelyben Isten gyermekei élnek. Jól tudjuk, hogy mind a mai napig az egész teremtett világ úgy nyög és vajudik, mint a szülőasszony. De nem csak a teremtett világ, hanem mi magunk is ugyanígy sóhajtozunk. Pedig mi előleget kaptunk a Szent Szellemből, mégis sóhajtozva várjuk a testünk megváltását, hogy ezzel teljesen Isten fiaivá váljunk. A teljes üdvösségünk ugyanis magában foglalja ezt a reménységet, a testünk megváltását is. Ezt azonban még nem láthatjuk. Ha már látható lenne, akkor nem kellene remélni. Mivel azonban olyan valamit remélünk, amit még nem látunk, várjunk rá türelmesen. Várjunk rá türelmesen. Erre a reménységre szeretnélek hívni. A húsvétnak az üzenete az, hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus él, és amire hív ma téged, hogy beszállsz-e ebbe a hajóba. Hogy a feltámadásban reménykedőknek a hajójába beszállsz-e. Ez a felhívásom felé. Néha eljátsszuk azt, hogy kicsit különb emberek vagyunk, jobb emberek vagyunk keresztényként. Aztán Isten tesz róla, hogy legalábbis magunk előtt megszégyenüljünk. Mert ő dolgozni akar bennünk. És az nem működik, hogy egyszerre két személy dolgozzon az életünkben. Az nem működik, hogy egyszerre két vezető legyen. És sokkal jobb, ha Jézus vezet, és ő dolgozik bennük. A kereszt az egy misztérium, hogy mi történt ott és akkor. És feláborító gondolat. Az, hogy Isten bűnös volt. Hogy Isten meghalt a kereszten. Hogy az Isten érted való szeretete odaszegezte a keresztre. Hogy szó szerint megszakadt a szíve, mert annyira szeret. És az utolsó szava az volt ezen a kereszten, hogy elvégeztetett. Ne forgolódjunk magunk körül. Ezt szeretném üzenni. Hogy ne forgolódjunk magunk körül, ne forgolódj a bűneid körül. Ne forgolódj az öntisztogatásod körül. Ne forgolódj parancsolatok, szabályok, törvények körül. Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt, betöltötte a törvényt, és még a bűneidet is elvette.
átvette, átvállalta. Jézus szenvedett és meghalt érted és helyetted. Azért, hogy kezd már el magadat szeretni, ha én az Isten, a Teremtő Isten, ennyire szeretlek téged, akkor hagyd abba az önostorozást, és kezd el magadat szeretni. Én megbocsátottam neked, kezdj el megbocsátani magadnak. És ha ez a folyamat elindul, akkor képes leszel arra, hogy megbocsáss másoknak. Lehet, hogy követtek el súlyos bűnöket veled szemben. Lehet, hogy a hosszú út vezet a megbocsátáshoz. De én már végigmentem érted egy hosszú úton a keresztig a megbocsátás, hogy megalapozzam az életedbe. Azért tudsz megbocsátani, mert én megbocsátottam. Azért tudsz szeretni, mert én szeretek. És tudom, hogy ez egy misztérium, és extrém nehéz felfogni, feldolgozni. Rengeteg teológiai értekezlet zajlik 2000 éve, és igazából kicsit olyan vannak azért ilyen őszinte földre szállt professzorok és bibliatudósok, azt mondják, hogy három, mintha tökre nem értenénk. Nagyon jó, elfogadom, örülök neki, de talán semmit se értek belőle. És ehhez szeretnék egy utolsó, nagyon természetes képet hozni, hogy már így picit elkezdtük ezt az ásatást Jézus személye körül, ezt befejezendő az egyik feltámadása utáni találkozás volt, szeretnék felolvasni egy részletet János evangéliumának a 21. fejezetéből. Azt mondja, hogy a 7. versre, ekkor a tanítványok, itt Jézus szeretett, azt mondta Péternek, János, azt mondta Péter, az Úr van ott, amint Péter ezt megkolta, felvette a felső ruháját, mert a munkához neki vetkőzött, és bemutott a vízbe. A többi tanítvány a partra vezett, és húzták a halakkal teli hálót. Nem voltak túl messze a parttól, csak mintegy 100 méterre. Amikor partot értek, ott egy tűzrakást láttak. A parázson halak sültek, és kenyér is volt ott. Jézus megszólította őket, hozzatok néhány halat, amelyet most fogtatok. Ekkor Simon Péter visszament a párkához, és a partra húzta a hálót, ami tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, de a háló bár ilyen sok hal volt benne, mégsem szakadt szét. Aztán Jézus hívta őket, gyertek, reggelizzetek. A tanítványok nem merték megkérdezni tőle, ki vagy te? Mert tudták, hogy ő az Úr. Ő az Úr, aki feltámadt, és azt mondja, hogy gyertek, reggelizzetek. Beszéltünk arról, hogy visszamentek az előző foglalkozásaikhoz. Megint elkezdtek a halakkal foglalkozni, kergették a kis pénzkorongokat, haláztak. Már ugye túl vagyunk az ember halászata való elhíváson, amit félretettek a halakért és a pénzért. És közben párhuzamosan zajlik az a jelenet, hogy én látom magam előtt, és látom magad előtt. Jézus elkezd gyűjteni fadarabokat, rőzséket, és tüzet rak, elővesz néhány halat, rárakja, elkezd már grillezni, ett volt már kis fűszer, só, biztos, mellé tett néhány kenyeret, jön a csapat, észreveszik a bárkákból, és akkor látja, hogy még vannak egy páran, hozzatok még néhány halat, és reggelizünk együtt. Ki vagy te? Ő az Úr. Nemrég támad fel, már mint hogy most itt van és megint él, nemrég már eltemettük, meghalt. És grillezett halhoz hív reggelizni. Reggelizni hív Jézus, ő Jézus. Tüzet rak és reggelit készít. Gyertek, reggelizünk. Nem teológiai értekezletet írnak. Nem arról beszélnek, hogy mit kellett volna másképp, mit kellett volna jobban, sőt, hát lecseszések kellett volna, hogy viselked? Hát mit beszéltünk meg? Azt visszamész halászni. Ha hogy jössz ide a szemem elé? Reggelizünk együtt, ő Jézus. És amire hívlak, amire ő is hív,
ez a feltámadás reménységének a hajója. Arra hívlak, hogy ebbe, ebbe szállj be. Srácok, amúgy visszajöttem. Már eltöltöttem 3 napot a Holtak országában. Őket is hazahívtam a mennyi atyához, megtérésre. Megtérés, az hazahívás jelent. És én is erre hívlak, az Isten tiszteletünk végéhez érkezünk. És erre szeretnélek hívni, arra hívlak. Most hajtsuk meg a fejünket, csukjuk be a szemünket, és akármit gondolsz magadról, akárhol érzed magad Istentől, az embertársaitól, az életben, akármennyire érzed magad közel a céljaid megvalósításához, vagy távol attól, aminek meg kéne felelni a társadalomban, annyi idősen, ahány éves vagy, akárhogy vagy, akármit gondolsz, arra szeretnélek hívni, hogy szállj be ebbe a hajóba. Tartoz a feltámadásban reménykedők csapatához. A húsvét történet az egy kizárólagos történet. Mert valaki elfogadja ezt az üzenetet, és valaki nem. Valaki beszáll a hajóba, és valaki nem. Meghívót, azt mindenki megkapja. Istennek a szeretete az mindenki számára elérhető. Jézus olyan szélesre tárta a karjait a kereszten, amennyire csak lehetett. De minden ember beletartozik. De szükséges, hogy ezt elfogadjad. És ha úgy érzed, hogy ez az ima valahol rezonál benned a szellemedben, a lelkedben, akkor csak saját szavaiddal, vagy akár ezeket a szavakat követve menjünk együtt az élő Istenhez. Köszönjük. Mennyei Atyánk, Jézust, a te fiadat, akit azért küldtél, hogy megmutass nekünk, hogy mennyire szeretsz bennünket. Akit azért küldtél, hogy visszahívjál magadhoz. Akit azért küldtél, hogy helyreállíts bennünket. Akit azért küldtél, hogy átadd rajta keresztül a meghívót az életre. Mind az örök életre, mind az új életre. Egy jobb életre. A te terveidhez közelebb álló életre. Egy olyan életre, ami nem a pusztulásról szól. Ami nem a halálról, nem a betegségről szól. Tudjuk, hogy még nem teljes a megváltásunk, és várjuk azt, hogy visszagyere Jézus. De addig is együtt szeretnénk várakozni ebben a hajóban. Ez a reménységünk, hogy te feltámadtál, és előttünk jársz, és veled megyünk, és téged követünk. Be akarunk szállni ebbe a reménységbe. Tisztítsd meg, takaríts ki minden gonoszságot, amit útközben felszedtünk, ami az ellen munkálkodik, hogy elhiggyük ezt a reménységet. Rengeteg sok dologból támad a gonosz. Családjainkban, akár generációkra visszamenőleg olyan bűnök kerültek be az életünkbe, ami akadályozzák a látásunkat. Lehet, hogy volt okkult tevékenységekkel kapcsolatunk. Boszorkánysággal vagy. Hogy szellemidézéssel, varázslással. Kérlek, hogy szabadíts meg bennünket a gonosztól. Jézus Krisztus nevében. Szabadíts fel a fülünket a hallásra. A szemünket a látásra. Akarom hittel elfogadni a feltámadásnak a reménységét. Akarom, hogy mostantól, mai naptól kezdve ez legyen az életemnek az alapja. Ez legyen a kiinduló pont, hogy én ebből élem a holnapomat, a hétfői napot, reménységből. Nekem van reménységem a jövőre, és ezt tőled kaptuk, Jézus. Ennek az alapja a kereszt és a feltámadás. A húsvét története az alapja az én új életemnek. Köszönöm, Jézus. Te vagy az én megváltóm, te vagy az én szabadítóm, te vagy az én védelmezőm, te vagy az én bátorítóm. És köszönöm, hogy elküldted a Szent Szellemet. Még ha egyedül is kell élnem, életem egy-egy szakaszán, még ha magányosnak is érzem magam, te itt vagy bennem, drága Szent Szellem. És köszönjük, Jézus, hogy azóta is építed az otthonunkat, és te magad is könyörögsz az Atyánál, értünk. Köszönjük, hogy utánunk jöttél, irgalommal telve. Te nem a tetteinkre nézel, nem a szavainkra nézel. Te azt várod,
hogy a szívünk a tiéd legyen, és aztán a többit majd elvégzel, és ezt köszönjük. Amen.